hallva azt, hogy Kaposvárról elindult egy ilyen pilot project, vagy egy ilyen mintaprogram, tájékozódjunk, és ez a tájékozódás ne csak az önkormányzati vezetőkre terjedjen ki, hanem a sajtóképviselőire, az egri civil szervezetekre, a kerékpáros egyesületekre. Gondolkodjunk közösen arról, hogy hogyan lehet mondjuk a kerékpáros közlekedés feltételeinek fejlesztésével Egerben az életkörülményeket tovább javítani. Az elektromos rásegítésű kerékpár az 50-60%-ban segíti a kerékpározást. Ez egy európai szabvány szerint működő kerékpár, úgy hívják, hogy pedelek rendszer van beépítve. Ha tekerem a pedált, ha hajtom a kerékpárt, akkor egy elektromos motor segíti a kerékpározást. A pedál ad egy jelet a motornak, hogy elindultam és megyek. Ha nem pedálozok, nem segít. Ha pedálozok, segít. Mi úgy gondoljuk, hogy a legszélesebb szélcsoportot tudjuk megmozdítani és visszahozni a kerékpározás világába. Tehát akik már fizikálisan eltávolodtak, nagyon szép kifejezés. Fizikálisan eltávolodtak a kerékpározástól, nyugdíjasok, idősebbek, bármiféle kisebb problémák vannak, ők nyugodtan használhatnak az elektromos rásegítésű kerékpárt. És hát a másik óriási előnye, hogy dombra visz, tehát fölvisz a dombra.